Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos győzelmet ért el a csapat a Bajac ellen. Neked is jól ment a játék. Te is így érzed, hogy tényleg egy ilyen fontos győzelem volt ez? He feels that this last game was an important win for us and you had a good game. How do you feel about the game and if you feel the same, if it was the important win and a big win for us? Thank you very much. It was an important win and I feel that all the pieces came together for this game. Köszönöm szépen. Először is, másodszor is, igen, ő is úgy érzi, hogy ez fontos győzelem volt, és annak örül, hogy végül is a végére azért összeálltak a kis darabok, amiket vártunk, és amik már hiányoztak. Ezt gondolom a szurkolók nevében is mondom azt, hogy nagyon hiányzott az a Nádja, aki most ezen a meccsen játszott. Hogy vagy, jól érzed magad? Reméljük, most kitart ez a szezon végig ez a jó állapot. He thinks that he can say it in everyone's name that we were waiting for this Nadia to come back and he's happy that you're back. And how do you feel? Do you think you can keep it up? How is your health and just how you feel on the court? I feel better on the court now that I'm able to move and slash and cut. As far as keeping it up is concerned, that's going to be one of my number one goals. That way I can help the team do better. Igen, sokkal jobban érzi magát, és most, hogy tudja a saját játékát, a befutást, a gyors mozgásokat csinálni, így sokkal jobban érzi magát, meg természetesen az a térdén múlik, és mindenféleképpen az elsődleges célja az lesz a hátralévő időben, hogy ezt fenntartsa, és ez elég nagy feladat lesz, de természetesen ez a cél. A rájátszás szempontjából ismét fontos mérkőzés következik a Vasas otthonában, nem lesz egy könnyű mérkőzés sem. Another important game is coming up before the playoffs in Vasas home. How do you feel about it? It's going to be the same exact thing that we had to do with Bajac. Very concentrated, working hard on the floor, making sure everyone knows their assignments. Igazából úgy gondolom, hogy ugyanolyan féle meccs lesz, mint a Bajac ellen, és csak a legfontosabb dolog, hogy mindenki koncentrál, mindenki tudja a feladatát a pályán, és ezt összehozzuk.